mik a kedvenc tantárgyam? A rajzot szeretem, meg a matekot most már. Matekot? Igen. A nagyszerű dolog. A Szent Tamás görög katolikus általános iskola 6. osztályos tanulójával beszélget Szabó István alpolgármester. Lakatos Andrea 7 testvérével együtt él az Őrház úton. Az íróasztalok a szolnoki főiskola jóvoltából kerültek hozzájuk. Balkezes vagy, vagy jobbkezes? Jobbkezes. Jobbkezes, úgy, hogy a fény balról jöjjön, ne árnyékoljon a kezednek, úgy állíts be az asztalt, jó? A jó tanácsnak és az íróasztaloknak is örültek lakatosék, eddig ugyanis az ágyon ülve írták meg otthon a leckét. 8-an vagyunk testvérek, és ebből 4-en járunk iskolába. Ez a íróasztal nagyon jó, hasznos, mert így most már normálisan tudunk írni. És lesz egy fiók, ahova be tudjuk tenni mondjuk a könyveket, és úgy meg tudjuk írni a házi feladatot. Az összesen 35 íróasztalt a szolnoki főiskola a student kollégium bezárását követően ajánlotta fel jótékonysági célokra. Halmozott a hátrányos családoknak. Próbálunk segíteni ezzel, hogy a gyerekek jó feltételek között, vagy jobb feltételek között tudjanak készülni az iskolai feladatok megoldására. Hát a 35 asztalnak a szétosztása most van folyamatban. Itt a családnak két asztal, két gyereknek a jobb feltételeit igyekeztünk ezzel megteremteni. Ő az érintett, és akkor amiről beszéltünk, meghoztuk neked az íróasztalt. Ez pedig már az Ipar utca. Balogéknak 5 gyermekük van. 3-an már kirepültek a családi fészekből, de a még otthon lakó 2 lány iskolába jár. Az íróasztalt itt is nagy örömmel fogadták. Ezen lehetett volna önerőből. Így ennek az asztalnak tényleg örülünk. Ugye a lánynak az iskolába, hogy jobban tudjon tanulni. Majd így akkor megosztoznak, így van rajta. Így is, majd így is ketten tanultak az asztalnak. Így meg jobban tanulnak. Az asztalokat a Szent Tamás görög katolikus általános iskola azon legrászorultabb diákjai kaphatták meg, akiknek szorgalmuk mellett tanulmányi előmenetelük is kiemelkedő. A város egyik leghátrányosabb helyzetű körzetéről van szó, tehát minden segítség jól jön, megkönnyítve ezzel az itt élők helyzetét. Sajnos nagyon sok olyan gyerek jár az iskolába, akinek a körülményei nem teszik lehetővé, hogy jobban tanuljon, még ha a képességei és az akarata meg is lenne. Bízunk benne, hogy ez segít abban, hogy jobban tudjanak tanulni. Az íróasztalok az Integrációs Munkabizottság közreműködésével jutottak el a rászorulókhoz, a szétosztásban pedig a Generációk Együtt Egyesület segített.